A szeptember végi szombathelyi Tornász Grand Prix az Aréna Szaváriában. Az indulók között ott volt a Rábalux Bercsényi DSS színeiben versenyző válogatott Vecsernyi és Dávid, és a győri Szabó Nándor is. Utóbbi régóta küszködött a válogatottba való visszakerüléssel, és úgy tűnik, a Grand Prix nyújtott teljesítménye meggyőzte Kovács István szövetségi kapitányt. Szabó ugyanis újra kerettag lett. Mindemellett televíziónk azt is megtudta, hogy Szabó edzőt váltott, az eddigi trénerével, Puskás Jenővel szakított, így a felkészülését mostantól Lán Géza irányítja, bízva abban, hogy a Tornász megtorpant fejlődése a jövőben folytatódik. Az új edző egyébként nem ismeretlen a győri Tornász számára, mert klub és válogatott társának Vecsernyésnek ő a nevelő edzője. A győri Tornászok legközelebb klubszínekben versenyeznek majd, november közepén indul a mesterfokú bajnokság a fővárosban, ott újra bizonyíthatják rátermettségüket. Thank you.